Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntjük Önöket hadtörténelemmel foglalkozó sorozatunk következő állomásán. 1848-49-es események hadművészetével, harcászatával, valamint fegyvereivel fogunk foglalkozni. Velem van professzor dr. Csikány Tamás, tanszékvezető tanár. És Németh Balázs, tanársegéd. Jöjjenek velünk! A 48 hadművészete több forrásból táplálkozik. Nagyon fontos előzmény a kor hadművészete, amely a nagy francia forradalom óta, illetve az azt követő francia forradalmi háborúk, illetve a napóleoni háborúk óta jelentősen megváltozott. Nyilván a honvédsereg vezetői, tábornokai, tisztjei, akik korábban a császári királyi hadseregben szolgáltak, ezt a fajta harcászatot ismerték, a hadművészetnek ezen részét. De ugyancsak ezt a harcászatot ismerték azon ezredek is, amelyeknek a magyarországi kiegészítésűek lévén a magyar honvédseregben volt a helyük, és ott is harcolták végig a szabadságharcot. Ez az egyik forrás. A másik forrás nyilván a forradalmiság. Forradalmi hadseregről beszélünk, amelynél nincs idő a kiképzésre, sem a katonák, de sokszor még a tisztek esetében sem, akiket leginkább a lelkesedés hajt. És ez a motívum igazából fontos, a lelkesedés. A lelkesedés, amely viszi előre az ügy érvényre juttatása érdekében a hadsereget, a győzelemig, és ez az, ami igen fontos. De találtunk még egy fontos elemet, amiért sikeres volt a harcászat 1848-49-ben, ez pedig a vezetői kiválasztás. Olyan kiváló tisztek, fiatal tisztek kerültek a honvédsereg vezetésébe, akik mertek vállalkozni, és igazából meg tudták valósítani azt a fajta harcászatot, ami még a napóleoni háborúkra is jellemző volt. Tehát a helyzet gyors felismerése, értékelés után, majd pedig egy nagyon intenzív harcászattal a győzelem kivívása. Hiányzott azonban egy nagyon fontos dolog, ami még a francia forradalmi háborúban igaz volt, a tömeg. Mert ugyan arról szoktunk beszélni, hogy 48-49 a nagy összefogásnak az időszaka, azonban soha nem sikerült igazából akkora tömeget mozgósítani, hogy ezzel akár a császári királyi hadsereg fölé nőjünk, annál inkább az orosz hadsereg fölé meg pláne nem. Tehát ez a tömeg hiányzik, ez nagyon nagy probléma, ezzel nagyon nehéz érvényesíteni a forradalmi harcászatnak a legfontosabb előnyét, a tömeghatást, de a másik elemmel, a lelkesedéssel, a vezetői kvalitással azt hiszem, hogy ezt jól sikerült kompenzálni. A harcászat több elemből áll, legalapvetőbb a gyalogság harcászata. Balázs, erről beszél nekünk. A harcászat alapvető egysége a zászlóalj volt. Egy zászlóalj 6 századból állt, és jellemzően ezeket a zászlóaljakat nem nagyon osztották részekre, de hogyha részekre is osztották, akkor nem századonként alkalmazták, hanem osztályonként, vagyis századpáronként. A gyalogság harcászatára tulajdonképpen ugyanaz a napóleoni harcászat jellemző, amely kialakult a francia forradalmi, majd a napóleoni háborúknak a végére, második felére, ami azt jelentett, hogy alapvetően a gyalogság létrehozhatott csatárláncot, létrehozhatott vonalat, ebből lehetett tulajdonképpen a legnagyobb tűzhatást leadni, a csatárlánc az továbbra is az előkészítés, a harcelőkészítésnek volt a fő eszköze, a vonal pedig tulajdonképpen a tűzharc megvívásának a legfontosabb eszköze maradt. Ezen kívül a francia forradalmi háború idején bevezetett oszlop is nagyon fontos szerepet töltött be a harcászatban, hiszen az oszlop adta azt a lökőerőt, azt az átütő erőt, amely az ellenség harcrendjének az áttörésére szükséges volt. De itt most nem hármas oszlopról, menetoszlopról beszélünk, ugye? Nem menetoszlopról természetesen, hanem a rohamoszlopról, ami a harctér és a csata ütközet megvívásának az eszköze volt. Oszlopot alapvetően kettőféleképpen hoztak létre, illetve tulajdonképpen sokféleképpen létre lehet hozni, de az alapvető forma kettő nagy forma köré csoportosult. A századoszlopban a vonalba fejlődött századok egymás mögött helyezkedtek el, ez azt jelentette, hogy 4 vagy 6 darab század helyezkedett el egymás mögött, vagy pedig osztályoszlopot is létre lehetett hozni, ebben az esetben pedig a századokat, azokat páronként, osztályonként helyezték el egymás mellett, szintén vonalba bontakozva, és 3 ilyen osztály helyezkedett el utána egymás mögött. A negyedik harcászati forma pedig a négyszög volt, amely a lovasság támadását volt hivatott kivédeni, ez zászlóajnál kisebb kötelékből ritkán hozták létre, és alapvetően 4 irányban tudott védekezni, tehát igazából alkalmas volt arra, hogy egy síndisznóállást képezzen a gyalogság számára. A tűzrendjét szigorúan meghatározták, és tényleg az volt a feladata, hogy a lovasság rohamát megtörje, és lehetőleg a lovasságot beterelje a zászlóalj négyszögek közötti térbe, amelyet egy rendkívül zárt és nagyon jól fedett tűzzónával lehetett lefedni. Igen. Persze egy ilyen négyszög is nyilván akkor működött igazából jól, hogyha megvolt a kellő tüzérségi támogatása, hiszen a négyszög esetében egy-egy század tudott egy irányba lőni, nyilván kellett javítani a tűzhatást, és ezt lövegekkel oldották meg, miként egyébként a harcrend támogatására, a gyalogsági harcrend támogatására nyilvánvalóan szükség volt a tüzérségre is. A tüzérség harcászata ebben az időszakban nem volt túlságosan bonyolult, fő feladata a gyalogság, illetve hogyha a lovasság mellé rendelték, a lovasság közvetlen támogatása, az ütek a magyar honvéd hadseregben, a császárétől ellentétben, ahol 6 löveg volt, itt 8 löveg, 6 ágyú, illetve 2 tarack. Szétbontakozás után elsősorban az ellenség harcrendjét igyekeztek megbontani, illetve az ellenség tüzérségét igyekeztek minél inkább kevésbé hatékonnyá varázsolni, az azt jelenti, hogy néhány löveget kilőni. Ez volt a fő feladatuk, majd menet közben, amikor a roham elindult, már akkor az esetleg az ellenség oldaláról ellenlökő csapatokat feltartóztatni. A magyar tüzérség harcászatára nagyon jellemző volt a mozgékonyság, mivel általában nem kincstári lovakat használtak a lövegek előtt, hanem olyan rekvirált lovakat, amelyek jó munkás lovak voltak, de hát hozzá voltak szokva a vontatáshoz, könnyebben mozgók, mint ezek a nagy hidegvérű császári lovak, ezért viszonylag gyorsan állást váltottak ezek az ütegek, mindig a harc kialakult helyzetének megfelelően, ehhez szerencsére voltak kiváló tüzértisztek is, régi hadseregből, illetve újonnan kinevelt tisztek, akik ezt nagyon jól csináltak. Jellemző volt, hogy a rendelkezésre álló tüzérséget akár hadosztály szinten, akár hadtest szinten is az egészet egyszerre alkalmazták. Nem nagyon képeztek tartalékot, mondván, hogy viszonylag alacsony a tüzérség száma, ezért amekkora erőkifejtést rögtön fel tudunk mutatni, azt azonnal be is vetjük. Viszont a sok állásváltással elérték azt, hogy a harcér minden egyes pontján ott volt a megfelelő számú üteg. Ez sokszor az osztrákok számára is problémát okozott, és szinte csodálkozással vették, hogy ők úgy tudják, hogy a magyar ütegek száma alacsonyabb, mint az övék, mégis a harcér megfelelő pontján mindig a honvéd tüzérség túlsúlya jelentős volt. Nagyon fontos a tüzérség harcászatánál azt az elemet is megemlíteni, hogy nagyon válogatott volt a legénység, ez elsősorban annak köszönhető, hogy a korabeli felfogás szerint ahhoz, hogy egy tüzér megfelelő képzettségű legyen, ahhoz legalább 10 évet kell gyakorolni, a lőtéren mindig ott lenni. Na most erre nyilván nem volt idő 48-ban, ezért általában ügyvédeket, papokat, jogászokat, diákokat vettek föl, akik bizonyos, akár matematikai előképzettséggel is rendelkeztek, így viszonylag hamar megtanulták mindazt, ami a tüzérség számára fontos volt. A tüzérség harcászata mellett nyilvánvalóan a harmadik fegyvernem harcászatát is meg kell említenünk, a lovasságért. A lovasság tulajdonképpen egy rendkívül érdekes fegyvernemként és csapatnemként működött Magyarországon, hiszen a nagy többsége az huszárság volt. 12 huszár ezreddel rendelkezett a birodalom hadserege, amelyből minden egyes huszár ezred nem magyar kiegészítéssel rendelkezett. Így rendkívül nagy problémát jelentett például, amikor elkezdtek hazatérni a magyar huszár csapatok, hogy hogyan lehet majd a könnyű lovasságot pótolni a birodalomban. A magyar hadszintéren tevékenykedő császári lovasságnak a nagy többsége azonban nehéz lovasság volt, csatalovasság. Alapvetően két részre tudjuk osztani kor lovasságát, a könnyű lovasságra és a nehéz lovasságra. A csatalovasság, amelyről először beszélni szeretnék, elsősorban vértesekből állt. A vértesek, vagy a kürasszírok, tulajdonképpen a lovakkor nagy páncéllal rendelkező lovas katonáinak az utolsó leszármazottai. Ők melvértel még rendelkeznek, bár ennek a melvértnek az igazi használatossága ekkor már megkérdőjelezhető, hiszen a tűzfegyverek ezeket a melvérteket igen könnyen át tudják lőni, de mindenképpen a csapatnemhez hozzátartozott. A csapatnem alapvető harcászati egysége a svadron, vagyis a lovas század volt, és igyekeztek zárt rendben alkalmazni ezeket a csapatokat. A szabályzat szerint ugyan nyílt rendben is ugyanazokat a harctéri alakzatokat létre tudták hozni, mint a gyalogság, de mégis így törekedtek arra, hogy a nehéz lovasság az viszonylag a huszársághoz képest egy lassabb tempóval, zárt rendben megpróbálja az ellenséget egy frontális támadással, ellenség harcrendjét áttörni. Ennek megfelelő volt az ő felszerelésük is. A melvért mellett hosszú egyenes karddal rendelkeztek, ez eltért a huszárságtól mindenképpen, a lovaik zövekebbek voltak, inkább egy gyors ügetésben vagy lassú vágtában támadtak, mint igazi vágtában. Nem véletlenül a huszárokat egyébként meg is különböztették azzal, hogy nyargaló lovasságnak nevezték őket. A fegyverzetükhöz tartozott még a pisztolypár, ez a nyeregkápa két oldalára elhelyezett tokokban helyezkedett el, valamint egy karabély is, tehát igazából sokféle feladatra voltak ők is alkalmasak. Velük szembeállítható a huszárság, amely tulajdonképpen egy önálló csapatnemként létezik a fegyvernemen belül, a lovassági fegyvernemen belül. Számunkra azonban mondhatjuk talán azt, hogy egy fegyvernem, hiszen a legtöbbsége a magyar lovasságnak huszárság volt. A huszár annyiban tér el, hogy sokkal inkább alkalmas adott esetben harctéren kívüli tevékenységekre is, sportjákra, rajtaütésekre, fogolyejtésre, az ellenség utánpótlási vonalainak az elvágására, felderítésre, nagyon fontos feladat, de ugyanakkor a magyar huszárságnak a csatatéren, a harctéren is meg kellett állni a helyét, hiszen mivel nehéz lovasságunk nem igazán volt, ezért mind a kettő szerepben működnie kellett. Eredetileg a könnyű lovasságnak az ellenség átkarolása, megkerülése, hátbatámadása, üldözése volt a feladata. A magyar huszárságnak viszont nem csak ez, ők ellátták a vértesek feladatát is, tehát ugyanúgy az ellenség főerejével megütköztek, ugyanúgy megpróbálták az ellenség harcrendjét szükség szerint áttörni. Igen, és hát a huszárok mellett meg kell említeni, hogy volt egy lengyel légiónk is, ahol voltak dzsidások is. Ugyan nagyon alacsony számban, de mégis egy ilyen jellegzetes csapat, nem, amely itt van a Magyar Honvédségben is. Ők abban különböznek a huszároktól, hogy van egy 263 cm hosszú dzsidájuk, ami igen hatékony tud lenni a közelharc első időszakában. Bár a huszár azt mondja, hogy nem olyan nehéz az ellen harcolni, a fokéllel félre kell ütni a dzsidát, és akkor utána a közelharcban már az ulánus hátrányban van. Illetve volt még egy ünnep svalizsér századunk is, nem egészen egy századnyi létszámban, ezek úgynevezett kresszsvalizsérek voltak, olaszok, akik önkéntesek voltak és átálltak a magyar honvédsereg soraiba. Jelentős szerepet nem játszottak, persze nem akarom megbántani az olasz bajtársainkat, de ott voltak ők is. És hát ugye ez valóban nagy probléma volt, hogy nem volt nehézlovasság, vértesek, illetve dragonyosok. Nagy kérdés persze azt megválaszolni, hogy igazából a huszárok meg tudtak-e felelni minden szempontból. A vértesek a nehézlovasság elhajtott feladatnak, amire egy szükségszerűen egy csata vagy egy ütközet során szükséges lenne. A hazafiú lendületünk azt mondja, hogy igen, de igazából azt hiszem, hogy nem. Tehát olyan igazi nagy huszár áttörésről azért nem nagyon tudunk beszámolni. A 18-as forradalmi harcászatnál mindenféleképpen fontos megemlítenünk a vezetők szerepét. Ez azért fontos, mert itt igazából fiatal emberekről van szó, általában hadtest parancsnokok, de fővezér is sok esetben 30 év körüli, leszámítva az idősebb tábornokokat, azért voltak olyanok is, mint például Henrik Dembinski vagy József Bem, aki maga 55 évével már idősnek számított, de a főhadszintéren, amikor igazán sikeres időszakot él meg a honvédsereg, akkor egy fiatalember, egy 30 éves fiatalember, Görgelyi Artúr áll az élén. Miért lesz ő sikeres? Miért lesznek sikeresek az ő hatás parancsnokai? Ez megítélésem szerint egy fontos kérdése a harcászatnak. Talán onnan lehetne kiindulni, megint csak visszakanyarodva a napolóni harcászathoz, hogy az a fajta harcászati gyakorlat, ami ott kialakult azokban a háborúkban, akkor az jellemzően az intuícióra épült, az ötletességre, a helyzethez való alkalmazkodáshoz. Na most, amikor vége a háborúknak, ezt valahogy le kéne írni, le is írják a nagy katonai teoretikusok, szabályzatokba rögzítik, utána a csapatok begyakorolják ezeket az ismereteket, de viszont, hogyha valamit nagyon sokáig súlykolnak, gyakorolnak, akkor az igazából elveszíti a legfontosabb elemét, az ötletességet, hiszen azt kell csinálni, mert szabályzatban van. Na most ezáltal roppant kiszámítható lesz a fajta harcászat, ami a császári királyi hadseregre is jellemző. Viszont a magyar honvédsereg vezetői, ezek a fiatal emberek, akik általában intelligensek és katonailag műveltek, tanultak voltak, már nem estek részt ezen a hosszú és sokszor évtizedes begyakorlási dresszúra időszakon, tehát bennük még bőven megvolt a vállalkozó kedv. És ők alkalmazván az ismereteiket szabadon merték szárnyaltatni a gondolataikat és kitalálni olyan manővereket, amelyek akkor pillanatnyilag célszerűnek láttak. És ezzel a metódussal sikerült sokszor olyan helyzetet teremteni, hogy nagyjából létszám egyenlőség esetén is a harctér bizonyos pontján azért több honvéd volt ott, mint császári katona, és ez mindig a sikernek az alapja. Tehát ez a fajta ötletesség, ami Klapkára jellemző, vagy Görgelyre jellemző, vagy akár még Damjanicsra is, bár inkább a végrehajtásba vitézkedett, ez nagyon jellemző volt, és ez volt a harcászati sikereknek az egyik kulcsa. Érdekes egyébként, hogy az elemi harcászat szintjén is milyen erősen jelentkezik ez a teória, ez az elmélet, hiszen ha a gyalogság harcászatát megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a 48-49-es honvéd gyalogság az sokkal többet harcol a szuronnyal, mint puskatűzzel. Ugye a puskatűzhöz több kiképzése van szükség, a fegyver használata és a pontos lövés azért az nem megoldható 5-6 gyakorló lövés útján, úgyhogy a szurony természetesen a nemzeti lelkesedés legfontosabb fegyvere, nagyon fontos szerephez jut, és sokkal korábban vezetik rohamra a csapatokat, mint ahogy a császári királyi hadseregben ezt megtették volna. Hát akkor ismerjük meg azt a fegyvert, amire szuronyt lehetett tűzni. A napóleoni háborúkat kovás fegyverekkel vívták, de a 19. század elején megjelent egy sokkal korszerűbb gyújtási módszer, az úgynevezett kémiai gyújtási mód. Ennek egy példánya volt az osztrák hadsereg által rendszeresített gyutacsos lakatszerkezet, amely tulajdonképpen egy sokkal biztosabb gyújtást tett lehetővé. A kovás fegyver nagy problémája, hogy 100 lövésből mindössze 75 elsülésével számolhatunk, ami nyilván ez a 3/4-75%-os sikerarány azért nem teszi túl hatékonnyá a sortüzeket. Természetesen kísérleteztek azzal, hogy hogyan lehet ezeket a lakatszerkezeteket modernizálni, de a kova és az acél szikrája csak nem lett biztosabb, úgyhogy egy új módszert kellett találni. Egy skót szerzetes, egy John Forsyth nevezetű skót szerzetes volt, aki feltalálta a durranóhigannyal működő lakatszerkezetet. Ez volt a kémiai gyújtásnak tulajdonképpen az egyik első megjelenése. Ennek az egyik leszármazotta az Augustin féle gyutacsos lakatszerkezet. Maga a szerkezet története azonban nem Augustin táborszernagy nevével kezdődik, hanem egy Giuseppe Conzola nevezett úriember volt, aki először feltalálta ezt a rendszert. Egy szalmaszálba töltött káliumklorát és feketelőpor keverékéből álló durranóelegyet, és ez volt az, amely ütésre lobbanva be tudta gyújtani a fegyver csövében vagy a tüzérségi eszköz csövében elhelyezett lőportöltetet. Ennek a lakatszerkezetnek, a konzoleféle lakatszerkezetnek azonban volt pár gyermekbetegsége, például az, hogy véletlenül töltés közben el tudott sülni, úgyhogy Beroaldo Bianchini, a bécsi állami fegyvergyár parancsnoka nem tartotta ezt még megfelelőnek. Az 1840-es évek elejében egy Pesten született táborszernagy, Vincenz Augustin fogja átvenni ennek a fegyver lakatszerkezetnek a fejlesztését, és ő az, aki már gépi gyártással fogja előállítani ezeket a lakatokat. A császári királyi hadsereg eredeti terve, hogy spóroljon pénzt, ugyanis rengeteg kovás fegyver van készleten, ez kb. 600-800 000 fegyvert jelentett, és értelemszerűen igyekeztek megőrizni ezeket a hadrendben, tehát inkább átalakítani szerettek volna, mint egy teljesen komplett új fegyvert rendszeresíteni. A probléma csak az volt, hogy amíg Konzole lakatszerkezete alkalmas volt az átalakításra, addig az Augustin féle már nem. A gépi toleranciák annyival pontosabbak voltak, mint a korábban az 1700-as évek végén és 1800-as évek elején gyártott kovás fegyvereknek a kisipari gyártása, hogy nem lehetett passzintani ezeket a lakatokat a fegyverhez, úgyhogy a császári királyi hadseregnek nem maradt más lehetősége, mint a teljes fegyverparkot lecserélni tulajdonképpen. A honvédseregnek a fegyverzetében a gyutacsos fegyverek kb. 50%-ban szerepeltek. A gyutacs maga egyébként nem volt egy bonyolult eszköz, gyakorlatilag egy kis rézlemezt kellett feltekerni, egy másfél méteres kis húzalra, nem kellett hozzá a gép, egy gyógyszerész elő tudta állítani, hogy egyébként ezt Erdélyben az erdélyi harcok során sokszor meg is tették. Na de mi van akkor, hogyha egy zászlajnál három típusú fegyver van, csappantyús, meg gyutacsos, meg kovás? Hogyan tudják megoldani a fegyverre a lőszer utánpótlást? Logisztikai szempontból a 48-49-es hadsereg az egy borzasztó nagy kihívás előtt állt. Ugyanis nem csak, hogy a két lakatszerkezettel, a kovással és a gyutacsossal kellett számolni, hanem rendkívül sok kaliberű fegyver szerepelt ebben a hadseregben, áthadrendben, hiszen ott voltak a régi kovás fegyverek a gyalogság kezében, ott voltak a kamrás puskák, amelyek egy picikét más lövedékmérettel működtek, ott voltak a vadástuccok, ami tanár úr kezében látható, amelyek a könnyű csapatoknak voltak a fegyverei, szintén más kaliberrel, és nagyon fontos, hogy fontos beszerzési forrást jelentett a különböző civil fegyverek bevonultatása, hadrendbeállítása is. Nagyon sokszor a vadászcsapatok a nemzetőről bizony hozták a saját puskájukat, ami azt jelentette, hogy ezeknek is valamilyen töltényt kell adni. És ez egy katasztrofális helyzet volt. Hát, borzasztó nehéz feladat lehetett ez, de nyilvánvalóan működött, és ez persze elsősorban annak köszönhető, hogy a lőszerellátás egészére a tüzérek voltak a felelősek. Tehát nyilvánvalóan a tüzérek azért... De a tüzérekének a feladata ezen fegyverek ellátása, kiszolgálása, a lőszerellátásának a megszervezése mellett nyilván elsősorban a saját eszközeiknek a kezelése volt. Most erről beszélnék, hogyha már nem akarsz többet beszélni a fegyverről, de biztos volna még nagyon sok minden, csak ez egy rövid oktatófilm, úgyhogy most térjünk át a tüzérségi eszközökre. De mielőtt tudom lenni. A logisztikáról hadd beszéljek egy pár szót. Jó, meg a szuronyról is. Jó, rendben. Tehát a logisztika nagyon nehéz helyzetben volt, nem csak a töltények miatt, hanem azért is, mert fegyverrel kellett ellátni egy 170 000 fős hadsereget. És Magyarországon nem volt 1848-ig hadipar, amit meg kellett teremteni. Nagy siker volt, hogy Széchenyi István a pesti hengermalom épületében megalapította az első fegyvergyárat, ami tulajdonképpen decemberre, amikor elkezdett megfelelő tempóban működni, már indulhatott is Nagyváradra. Tehát nagyon nagy logisztikai feladat volt ennek a gyárnak áttelepítése Nagyváradra. És ez olyan jól sikerült, hogy január végén már megindul a szállítása, a fegyverek szállítása a csapatoknak. Ezen kívül szereztünk még legálisan, még 48 tavaszán, 48 nyarán a császári királyi hadszertárakból is fegyvereket, valamint megindult a csempészet is. Ez önálló kormánybiztost is kapott Csányi László személyében, akinek a feladata volt, hogy koordinálja a különböző illegálisan országba érkező hadianyag, valamint az hozzátartozó tudásnak is az importját, illegális importját. A gyalogos honvéd fő fegyvere a szuronyos puska. Ez a fegyver 150 cm hosszú, és hogyha még ráhelyezzük a négyérű döfőszuronyt, akkor nagyjából 2 méter hosszt kapunk. Ez a fegyver egyrészt tűzfegyverként, egyrészt pedig vívfegyverként és hidegfegyverként is alkalmazható és alkalmazandó volt, vagyis a katona kiképzésében nagyon fontos szerepet kapott a lőkiképzés is, valamint a fegyver szúrófegyverként történő használata is. A puska maga ugyanazt a lövedéket tüzelte, mint a napoleoni akkor Kovács puskái, és ugyanabban a pontossággal, tehát 75-80 méterig lehetett vele az egy ember méretű célt eltalálni. Ez azt jelenti, hogy hiába fejlődött a lakatszerkezet, hiába vált biztosabbá a fegyver elsütése, igazából a pontosság nem fejlődött, vagyis továbbra is a sortüzek leadása volt a legfontosabb feladata a gyalogzászlóaljnak. A kor alaplövege 6 fontos ágyú volt. A 6 fontos ágyúról annyit kell tudni, hogy előtöltő, sima csövű eszköz volt. Előről töltötték meg, ez azt jelenti, hogy beletették a lőportöltetet, utána pedig a golyót, amely egyfajta lövedéktípus volt, sokfélét használtak ebben az időszakban. A golyó azért érdekes, mert a golyónak a tömege határozta meg az ágyúnak a típusát. Ebből az eszközzel kb. 1100-1400 lépésig lehetett hatékonyan lőni. Vízszintes csőállásnál eddig a határig pusztította az ellenséget nagy intenzitással, de utána még ez a golyó elgurulhatott még akár még 1000 lépést, ami azért igen figyelemre méltó volt. Sokan történetet hallunk, miszerint a guruló golyó elé még a gyalogos oda tette a lábát, hogy letopolja azt a labdát, de ez nem volt egy jó ötlet, mert általában alsó lábszára bánta az illetőnek ezt a merész manővert. 9 ember kezelte ezeket a lövegeket. Pontossága, hát a mai szemmel mérve ennek is elég gyenge volt, hiszen általában azt szoktuk mondani, hogy a lőtávolság arányában hosszirányú eltérés az a lőtávolságnak lehetett kb. 1/10 értéke is, oldalirányban már jobb, ott kb. 1/100 értéket számolunk. Tehát egy 1000 lépéses lőtávolság esetén, hogyha a lövés 100 lépésre közelebb vagy távolabb ment, ez jónak minősült. Ez elsősorban abból adódott, hogy a céltávolságát megbecsülték, és azt szerint emelték az ágyúnak a csövét. Az ágyúnak a csöve az kb. 15 fokig volt emelhető, vagyis nagyobb emelkedések fölött már nem lehetett átlőni, ezért az ágyuk mellé mindig rendszeresítettek tarackokat is. A tarack csöve rövidebb volt, mint az ágyú, jelentősen rövidebb, ennek köszönhetően a csövét akár 30-35 fokig is fel lehetett emelni, vagyis egy domb mögé, egy városfal mögé be lehetett lőni, és ott lehetett pusztítani ebből az eszközzel. A taracnak a fő lövedék típusa a gránát volt, a robbanó lövedék, amely becsapódáskor a gyutacs végigése után repeszekre hullott szét, amely kb. 50 méter távolságig sugarú körbe pontosabban pusztított. A tömör vasgolyó az nyilván nem robbant szét, az pusztított addig, amíg a lendület vitte. Emellett tüzérségnél rendszeresítettek még kartácsokat, és az általában az ellenséges lovasság, illetve gyalogság közeltámadásánál volt hatékony eszköz. Ennek is több típusa volt, altípusa volt, tulajdonképpen egy ilyen bádog dobozba, bádog szelencébe helyezett sörét, vagy annál nagyobb ólomgolyóknak az elegye volt. Kilövés után ez a bádog szelence szétrepett, és egyre szélesebb sávban pusztított abba az irányba támadó ellenség sorai között. Ezek voltak az alapvetések. A magyar honvéd seregben egy üteg az 8 lövegből állt, 6 ágyúból és 2 taracból, tehát 2 változata volt az ütegnek, gyalog és lovas. A gyalogütegnél a kezelők gyalogosan követték a lövegeiket, illetve minden egyes löveget 4 ló húzott. Lovasüteg esetében viszont meghosszabbították a lövegtalpat, arra ráhelyeztek egy úgynevezett bőrhurkát, és erre lovagló ülésbe ültek a kezelők, illetve a lövegek elé is, hogyha rendelkezésre állt, akkor legalább 6 lovat befogtak. Ez azt jelentette, hogy ez a lovasüteg, ez képes volt a lovasságot is támogatni, ugyanabban a jármódban, ugyanabban az ütemben tudott együtt haladni a támogatandó kötelékkel, sőt azt megelőzve akár a rohamát elő is készíteni tüzérségi tűzzel. 6 fontos ütegek voltak, ezek voltak a legnagyobb számban, 1848 végre már volt vagy 32 belőlük, de emellett nyilván mindenféle eszközt megpróbálnak felhasználni a honvédsereg felszerelésénél, tehát a császári királyi raktárokból előkerülnek a rendszerből már kivont 3 fontos ágyúk is, sőt, 1 fontos ágyukkal is találkozunk, ezeket általában hegyi harcokra, vagyis ilyen kisebb vízi járművekre szerelve használták, illetve próbálkoztak, és sikerült is 6 testenként felállítani legalább egy 12 fontos üteget, amely azt jelenti, hogy ezek lényegesen nagyobb hatótávolságú, nagyobb hatóerejű lövegek voltak. Hatékonyan, általában azokon a helyeken használták őket, ahol döntést akartak elérni, vagy válsághelyzet alakult ki. Terveztek 18 fontos üteg fölállítását, elvileg találtam nyomát, hogy Vácon ilyen létezett is, de igazából az alkalmazásáról nem tudunk. Tüzérségi eszközök között meg kell még említenünk a röppentyűket, ez a kor rakéta eszköze volt, amely egy érdekes módon kerül be a honvédsereghez. A honvéd tüzérséget szervezők Mak József, Sopta Móric, Úrich Ágost, Gruber Fülöp és a többiek. Hamar felvetették, hogy kellene olyan eszköz, amely viszonylag gyorsan mozgatható, felállítható bárhol, és olyan helyzetekben is támogathatók a csapatok, ahol a tüzérség nem tud elmenni. Erre volt nagyon jó a roppentyű, ez egy angol találmány volt, egy háromlábú állvány, amire egy kis vezetős sínt helyeztek, és ezről a vezetős sínről indultak ezek a rakéták, röppentyűk. Kísérletekre van nyoma, találtunk nyomát annak, hogy igen sok pénzt kiutaltak még 48 nyarán őszén, azonban ezek a kísérletek elég rosszul sikerültek. Végül is a helyzetet az oldotta meg, hogy sikerült zsákmányolni 1849. januárjában Iglónál néhány ilyen eszközt, amit aztán gyorsan elvittek Nagyváradra, és ott elkezdték a röppentyűknek a gyártását, úgyhogy a tavaszi hadjárat kezdetekor már minden hadtestnél legalább egy üteget fel tudtak állítani, és hatékonyak voltak, tényleg egy olyan meglepetésszerű tüzet lehetett velük nyitni. Az más kérdés, hogy ezek a röppentyűk aztán hova szálltak, itt hogyan találtak meg, az azért elég esetleges volt. Tehát sokkal inkább a rémisztésnek, a riasztásnak az eszközei voltak, mint hogy igazából hatékonyan lehetett volna velük működni. Mi a helyzet az ostromtüzérséggel? Honnan szedett ostromlövegeket a honvédsereg? Kellettek ostromlövegek bizony, hiszen a szabadságharcot végigkísérik a várostromok, illetve várvédelmek is. Ezek egyrészt rendelkezésre álltak a várakban, másrészt itt is zsákmányeszközökről beszélünk. 1849. április 26-án sikerült azokat az ostromlövegeket megszerezni, amelyek aztán hatékonyan részt vettek Budavár ostrománál is. Ugye ezek az ostromlövegek ezek iszonyatosan drága eszközök voltak. Ugye egy ostromlöveget is mindig oda kell vinni a várhoz, tehát mozgathatónak kell lenni, ezért ezek ugyanúgy bronzból készültek, mint a táborlövegek, a bronz borzasztóan drága volt, ezeket nagyon féltették a császáriak is, de sikerült ilyeneket zsákmányolni, és igen hatékonyan működtek, ezek általában 18 vagy 24 fontosak voltak. A kijelölt lövegekhez, illetve kijelölt ütegekhez tényleg összeszedték a legjobb tüzérkezelőket, hogy hatékonyan tudjanak lőni. Illetve hát próbálkoztak az ágyúgyártással is, de ott tudomásom szerint csak tábori lövegeket gyártottak. Az ágyuk mellett még talán meg kell említeni, bár ugye a harcászat szintjén nem annyira találkozunk vele, de a mozsarakkal is. Ezek is elsősorban a várostrom, illetve a várvédelmnek az eszközei voltak. Ezek általában 45-től felfele szögcsoportban voltak képesek kilőni a beléjük helyezett bombákat, amik igen pusztítóak voltak, de hát ezek sem éppen egy precíziós eszközök voltak. Henzi ilyennel bombázta Pestet. Ilyennel is, meg várvédő ágyukat is, azon felkiáltással, hogy pesti oldalról is lövik őt, ezért úgy érezte, hogy jogosult arra, hogy Pestet bombázza, de hát ez valószínűleg ez részéről egy inkább bosszú volt, mint igazából a harcászat körében, vagy a várvédelem körében tartozó cselekedet. A császári királyi gyalogság és a honvéd gyalogság is rendelkezett könnyű csapatokkal. Ezek között azonban jelentős különbségeket fedezhetünk fel. A császári királyi könnyű gyalogság, szervezett könnyű gyalogság, a vadászok, egy nagyon jól felkészült, egy nagyon jól kiképzett csapat volt, amelynek a tagjai egyharmad részben húzagolt puskákkal, ilyen vadástuccokkal rendelkeztek. Ezek a fegyverek rövidebbek és kisebb kaliberűek voltak, mint a hagyományos gyalogsági puska, ellenben a húzagolcsőnek köszönhetően nagyjából 2-300 lépés távolságig alkalmasak voltak arra, hogy egy egyes katonát is találjanak vele. Ezek a katonák rendkívül alkalmasak voltak a csatárfeladatok ellátására, és tulajdonképpen minden olyan helyen, minden olyan területen, ahol a pontos lövésre szükség volt, nagyszerűen alkalmazhatóak voltak. A honvédseregnek a vadászai egy picikét talán mások voltak, azt mondhatjuk, hogy inkább szükségalakulatok voltak, mint szervezett gyalogságnak tekinthető alakulatok. A fegyverzetük, felszerelésük sokkal össze-visszább volt, eléggé kevés állt rendelkezésére a honvédseregnek ezekből a húzagolt tucokból, ezért szükség volt arra, hogy mindenféle civil fegyvereket is besorozzanak, hadrendbe állítsanak, és a vadászcsapatok kezébe adjanak. A honvéd vadászok ütközetekben, csatákban nehezen voltak alkalmazhatóak, részint a össze-vissza felszerelés, részint pedig a kiképzetlenség miatt. Sokkal inkább kisháborús feladatokat láttak el, igazából portyáztak az ellenség területén, és mindenhol a honvéd tábori hadsereg megfelelő erővel nem rendelkezett, ott kisegítő szerepet láttak el. És nyilvánvalóan elsősorban olyan helyeken, ahol egy harcrendet nem is lehetett volna kialakítani, helyszűke miatt, átszegdelt terep miatt, tehát hegyes, völgyes terepen kerülnek bevetésre. Illetve azt is láttam, hogy sok hadrendben úgy szerepelnek, mint egyszerűen besorolva többi zászlóik, ugyanúgy is alkalmazták őket. Tehát igen, igazából én is azt láttam, hogy hagyományos, könnyű, gyalogos harcászatra nem elsősorban a szervezetszerű vadászokat alkalmazzák, hanem éppen kijelölt vagy vállalkozó önkéntes csapatokat. Mely területeken vívtak klasszikus kisháborút 48-49-ben? A kisháború fogalma ebben az időszakban meglehetősen kusza, ahány teoretikus hozzányúlt ez a kérdés, ez annyiféleképpen magyarázta. A legelterjedtebb álláspont szerint kisháborúnak azt neveztük, ami a mellékhadszíntereken zajlott, és általában nem feltétlenül szervezetszerű csapatokkal, hanem alkalmi kötelékekkel, népfelkelő csapatokkal, nemzetőr csapatokkal, ami megint egy sajátossága volt a magyar forradalmi háborúnak. Nem feltétlenül szervezett hadrendi kötelékekbe összeállva, hanem kisebb csoportokba, szabad csapatokba. Ez volt egy nagyon fontos kifejezés. A szabad csapat általában azt jelezte, hogy ilyen forradalmi csapatot alakítottak. Kezdetben jó néhányat, még Pestközponttal politikusok neve által fémjelezve, de ezeket általában sor zászlójak át is szervezték, sor honvéd zászlójak át is szervezték, viszont alakultak mégis olyan szabad csapatok, amelyek mondjuk például Tolnába harcoltak, vagy Erdélyben nagyon sok volt, főleg még Bem beérkezése előtt, például a háromszéki kisháborúnak nevezett eseménysorban is tulajdonképpen hasonló jellegű alakulatok harcoltak. Vagyis elmondhatjuk összefoglalva, hogy a magyar szabadságharc főhadszintéren játszódó eseményeit mindig kísérték az ország más területein. Kisebb-nagyobb harcok, ütközetek, csetepaték, olyan portyázások, amelyeknek az volt a célja, hogy a főhadszintéről az ellenséges csapatokat elvonják, lekössenek erőket, akadályozzák az utánpótlást, ellátást, és ezek helyenként jól működtek. Tehát ez is egyfajta sajátos kis harcászat, amelyeket itt ezek a szabad csapatok vívtak. És milyen sajátosságai voltak a főhadszintéren alkalmazott tábori hadseregek hadrendi kötelékeinek? Hadrendi kötelékek változtak időről időre, attól függ, hogy a feltételek hogyan alakultak. Ebben is természetesen igyekeztek követni a császári királyi hadseregnek a metódusát. Mindenféleképpen a hadrendi kötelékek összeállításánál meghatározó szempont volt, hogy már a kötelékek is biztosítsák a fegyvernemek együttműködését. Ugye a harcászatnál alap az, hogy a fegyvernemek támogassák egymást, hiszen mindegyiknek a harca akkor válik igazából hatékonyan, igazán eredményessé. Hiszen a gyalogság is magában inkább a roham előkészületeivel van elfoglalva, majd a rohammal, de a tűz előkészítés, majd a tűztámogás szükséges. Tehát nyilvánvalóan kell mellé tüzérség. De a tüzérség egyszer magában nem ér semmit, hogyha nincs mellett ott legalább egy kis lovas fedezet, vagy gyalogos fedezet, amely meg tudja védeni mondjuk egy közeltámadásról. Lovasság harcát is, hogyha egy tüzérségi előkészítés vezeti be, akkor sokkal hatékonyabban tudja támadni az ellenségnek a harcrendjét. Tehát ilyenfajta egymásra utaltságot már a hadrendeknek is biztosítania kellett, ezért alakítják meg a dandárokat a magyar honvédseregben is, amelyek néhány gyalogzászlajból és egy ütegből áll, majd ezekből a dandárokból megalakítják a hadosztályokat, amelyek gyalogos dandárokból, illetve lovas dandárból áll, illetve még a hadosztálynál is esetenként van egy kis tartaléktüzérség, bár már az inkább a hadtestekre jellemzők. A hadtestek is kialakulnak már 1849 elején, már azért olyan hadtestekről beszélünk, amelyek nagyjából megfelelnek a császári királyi hadtesteknek. Tehát hadosztályokból állnak, hadtestüzérség van, saját vezetése van, saját kis táborkara van, és gyakorlatilag önálló hadműveletekre is alkalmas. Ez a hadrendi beosztás az egészen 1849 nyaráig érvényes, amikor Görgely oly módon változtat rajta, hogy eltöröli a dandárokat és a hadosztályokat szervez, amelyek közvetlen hadtest irányítás alatt vannak. De mondom, a hadrendi elemek összeállításánál az együttműködés harcát szempontjából ez a legfontosabb elem. És mi a helyzet ezeknek a hadtesteknek a harcrendjével? Ezt összecsapásról változtatták, vagy ez egy állandó dolog volt? Voltak sablonok nyilvánvalóan, de mindig a kialakuló harchelyzet határozta meg. Ugye a hadtest parancsnok alkalmazta a hadosztályait, hogy az első harcvonalban, a harcrend első felében kiket alkalmaz, milyen erőben, az nyilván a rendelkezésre álló terület, a szemben álló félnek az ereje, annak a szétbontakozása határozta meg. Tehát lehet, hogy elő volt két hadosztály, hátul pedig tartalékban egy hadosztály, vagy fordítva a tüzérség alkalmazását is, vagy rögtön a kezdet-kezdetén az egész tüzérséget alkalmazta, vagy a harchelyzet alakulásának megfelelően változtatta. Ez a hadtest parancsnoknak a saját elhatározása volt. Ebbe sokszor még a hadtest hadsereg parancsnok sem szólt bele. Ez ennek a harcászatnak tulajdonképpen a lényege, hogy mindig rugalmasan alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez. A sablonok követése az soha nem jelentett megoldást. És ebben a magyar honvédseregnek a tábornok és én főtisztikara azt hiszem, hogy igen jó szerepelt, és aktívan tudták vezetni a csapataikat. Persze volt olyan eseménysor, amikor nem, amikor félreértették egymást, amikor nem tudtak a hadtestek egymásnak megfelelő segítséget nyújtani, mint például 1849. júniusában a vágmenti csaták és ütközetek során. amikor még a fővezér jelenléte sem tudott olyan helyzetet teremteni, hogy sikeres legyen a harc kimenetelen. Hölgyeim és uraim, köszönjük a figyelmüket, reméljük, hogy tetszett a kis időutazásunk, a következő alkalommal is tartsanak velünk!